Hétfő délután egyeztetett a belvárosi felújítások állapotáról dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselő. Az autósok néhány napja már ismét birtokba vehették a Szent István utcát, ez nagyban segíti majd a közlekedést a délutáni csúcsforgalomban. Az elmúlt hetekben a Bocskai utca volt jóval leterheltebb a megszokottnál, sokan ezt az útvonalat választották a Szent István helyett. A korszerűsítés részeként 535 méteren megújult az útfelület és a Nádor utcai körforgalom, ennek a Szent István utcai ágán új gyalogátkelőhely is épült, a Béla utcai kereszteződésnél pedig okoszebrát alakítottak ki. A biztonságos közlekedés a vakok és gyengén látók számára is biztosított ezentúl ezen a szakaszon. Átalakult részben ugye a gyalogos és a kerékpáros átkelő rész, és ami nagyon fontos és szeretném hangsúlyozni, hogy a ilyen daktilis jelzők kerültek kihelyezésre. Ez pedig ugye a vakok és gyengén látók embertársainknak a biztonságos közlekedését segíti. Hát ezzel azt gondolom, hogy itt élőknek, illetve a városban közlekedőknek a biztonságát is szolgálja ez a felújítás. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata egy sikeres pályázaton 423 millió forintot nyert a Szent István és Szarvas utcák útburkolatának felújítására. Utóbbi szakasz szeptember 1-től teljes hozban használható lesz a gépjárműforgalom számára. A Széchenyi utca korszerűsítése is jó ütemben halad, várhatóan szeptember közepére elkészül. Ha szétnézünk az országba, hogy állnak a városok az építkezésekkel, nekünk semmi okunk nem lett a szégyenre, mert egyszerre ugye most ez a három fontos út megépült, de már folyik a Debreceni út és a Hunyadi felújítása. Ezzel együtt gyakorlatilag a nagy körúton belül teljes körűvé válik a nagy forgalmat bonyolító utaknak a rendbetétele, és már maradtunk az S-betűnél, a negyedik S-betűt is elkezdtük, a szélső bokor utat, amit egyébként már be is fejezhettünk volna, csak ott mindenféle szerintem félreértés miatti lakossági tiltakozás volt. Voltak egyébként megfontolandó felvetések is, annak a megfontolása is megtörtént, és így már indul az építkezés, és hát emellett is konkrétan 21 utcának az aszfaltozása folyik per pillanat is a városban, ami november közepéig várhatóan be is fejeződik. Ebben a nehéz évben a nem túl kedvező körülmények ellenére is nagyot tudott előrelépni Nyíregyháza a közlekedés infrastruktúra fejlesztésében, tette hozzá dr. Kovács Ferenc. A városvezetés komplex fejlesztésekben gondolkodik a biztonságos közlekedés érdekében, a pozitív változásokat mindenki érzékelheti már az iskola kezdéskor is.